Évekkel ezelőtt indították el a családi suli szombat elnevezésű rendezvényt a Bezerédi Általános Iskolában. A program lényege, hogy ajándékokat, díszeket lehet készíteni karácsonyra, miközben kötetlenebb formában együtt tölthetnek egy kis időt a diákok, szülők, nagyszülők, pedagógusok. Ötletben nincs hiány. Kimeríthetetlen ötlettár áll a kolléganők rendelkezésére, egymástól is merítünk, és különféle újságokból bármit, amit el tudunk készíteni, és meg tudunk valósítani, azt készítjük el. A karácsonyváró délelőttön, ahova leendő elsősöket is várták, több helyszínen lehetett készíteni ünnepi díszeket, ajándékokat. Volt mézes kalácsdíszítés, különböző asztali, ajtó és ablak, valamint karácsonyfadíszek, többek között angyalkák, gömbök és mécses tartó. Legyen felnőtt vagy gyerek, mindenkit elvarázsolt ez a délelőtt. Amikor így lehetőség van, ezt kihasználjuk, és akkor együtt közösen készítünk díszeket, ajándékokat. Angyalkát készítek, és most vágom a szárnyát, de ezelőtt még készítettem ott Klárnénél egy ilyen gömböt is. Abból kettőt csináltam, és most lehet, hogy ebből is csinálok még kettőt. Az idei családi kézműves napon újdonság volt, hogy a vásárban a felső tagozatos diákok saját készítésű portékái közül is lehetett válogatni, a Kertbarátok Egyesületének asztalánál pedig hasznos ötleteket ellesni. Az ünnepi programoknak ezzel még nincsen vége az iskolában, hiszen hagyomány szerint a második osztályosok ünnepi műsorral készülnek.